Isten éltesse a Mi Hazánk mozgalmat. 5 éves lett. Akkor következzen az elmúlt 5 éves történetünk, nézzétek végig. Beszéljen helyettem. Nagyszerű hangulat lesz a kongresszuson. És lesz percszakadás? Nem. Biztos ebben? Nem. Valami eltört. Valami megtört. Megjelentek azok a külső tanácsadók, akikről elsőként én kezdtem el nektek beszélni, mindannyian tudtok róla, és ma már hallottuk utalásokat is rájuk. Megjelentek azok a külső tanácsadók, akik nem alulról építkezve küzdötték föl magukat ide közénk, most is itt vannak közöttünk, hanem fölülről érkeztek. Az elmúlt 2 esztendőben, amióta ők irányították a pártot, azóta folyamatosan ütemtévesztésben voltunk. Ezek a tanácsadók ugyanis nem ismerik a magyar valóságot. Belpesti, belbudai kávéházak, vagy éppen romkocsmák világát ismerik. A magyar valóságot, mondjuk azt a tanyavilágot, ahol én 5 éve polgármester vagyok, azt nem ismerik úgy, mint ti, vagy én. És elszakadtak a valóságtól. Elkezdtek műanyag táblákra a nagyon szép és nagyon drága új pártcégházunkban halmazokat fölrajzolni, és a halmazokba embereket belerajzolni. És azt mondták, hogy ma hozzájuk szólunk, holnap pedig majd a Spinoza ház közönségéhez fogunk szólni. Ez így nem fog menni, kedves testvéreim. Így soha nem fogunk választást nyerni. Csak és kizárólag úgy fog a Jobbik választást nyerni, hogyha visszatalál a magyar valósághoz és a magyar emberekhez. És elfelejtjük végre ezeket a belpesti, belbudai kávéházakban kitalált mesterséges definíciókat. Csak a saját lelkiismeretetek alapján szavazzatok ma. Ne azok szerint, akik esetleg figyelik, hogy mit írtok arra a papírra, mert ezek a külső tanácsadók csak projekteket csinálnak, ti viszont történelmet. Köszönöm. Az elnöki tisztségért Torockai László és Schneider Tamás indult. Az eredmény nagyon szoros lett. Az elnök mától Schneider Tamás, aki lényegében 54%-át szerezte meg a szavazatoknak, Torockai László pedig 46%-ot kapott. A Jobbik frakciója úgy döntött, hogy Duró Dórát, a frakció egyik tagját kizárja onnan. Mirkóczki Ádámot szólítom, jó estét kívánok! Torockai László egyfajta pártot akart a párton belül, ugye egy mi magunk mozgalom vagy platform néven, bocsánat, utóbbi a helyes, platform néven, ugye, hogy ő majd június 23-án zászlót bont, programot hirdet, 77%-os többséggel a frakció kizárta soraiból Duró Dórát. Holnapra saját településére hívta meg a szimpatizánsait, Mi Hazánk néven mozgalmat alapít. Mozgalmat vagy pártot? Politikai szervezetet mindenféleképpen, és az holnap kiderül, hogy hogyan folytatjuk. Én azt elmondtam az elmúlt egy hónap alatt számos alkalommal, hogyha az a néhány tucat ember jön össze, akik elindították a Jobbikon belül ezt a tisztulási folyamatot, akkor szalonnát sütünk, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Gyönyörű szép erdei környezetben lesz ez a holnapi találkozó, és tesszük tovább a dolgunkat. Nekem is, mint településvezető, rengeteg munkám van, tehát akkor nyilván nem fogunk politikai pártot létrehozni. Ha azt látjuk, hogy van egy akarat, és van egy olyan űr, amit be kell töltenünk, és van emögött valamiféle társadalmi igény, akkor politikai párttá fogunk előbb-utóbb alakulni. Ez az.
Maradjunk büszkék a magyarságunkra. Leszünk itt még Európa közepén igazi, erős ország, ha kell, nagy hatalom egyszer a jövőben, amilyennek voltunk a múltban. Ma eldöntöttétek. Duró Dóra vállalja a mi hazánk szolgálatát a Magyar Országgyűlésben, én pedig vállalom, hogy zászlót bontunk, és ezennel bejelentem a mi hazánk mozgalom, mint politikai, új politikai erő megalapítását. Ez a mi hazánk. Ez a miénk. Sokszor akarták már elvenni tőlünk a történelem során, mindig megvédtük. Most is készen állunk arra, hogy megvédjük és építsük ezt a hazát. Vár a munka minket. Induljunk el tehát együtt a régi és egyben új utunkon. Ez a mi hazánk. Fel a győzelemre! Tisztelt Országgyűlés, egy olyan kérdésről szeretnék Önöknek beszélni, amelynek az igazságában és a helyességében nagyon mélyen hiszek. Az abortusz kérdéséről van szó, ezt érinti egy javaslatom, amely röviden összefoglalva azt indítványozza, hogy az abortusz előtt az édesanyák hallgassák meg a magzatgyermek szívhangját, és ezt követően hozzák meg döntésüket. A szívhang meghallgatásához köti egy új rendelet az abortusz elvégzését. Győzelemként értékelték a döntést a közösségi oldalon. Miért? 1956 óta nem volt Magyarországon arra példa, hogy akár az abortusz szabályozásában, akár csak a szemléletformásban egy életpárti előrelépés történjen, és ez a szívhangrendelet most egyértelműen az volt. Az erről szóló közgondolkodást még mindig a kommunista rendszernek az emberképe hatja át Magyarországon, és ezen szeretnénk változtatni. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy Miskolcnak ezen a külterületén, egyébként az országban azon nagyon sok városnak vannak hasonló területei, törvényen kívüli zónák jönnek létre, no-go zónák jönnek létre. A törvényeket, jogszabályokat képtelenek betartatni, és hát ennek megfelelően mondhatjuk azt, hogy nagyon sok olyan ember él, aki kiilleszkedett életmódot folytat. Tudom, hogy a képek és a környezet önmagáért beszélt, miután leélte, lelakta az itteni házat és környezetét, ezután egy újabb áldozatra várva Ipoly vecére és az ottani ingatlanjába költözött, megkeserítve ezzel az ott élők mindennapjait. Történt az az elképesztő gyilkosság, amelynek során ebben a házban meggyilkoltak egy idős házaspárt. Te kamerázol! De beszélhetünk akkor? Tegyen azt a kamerát! Nekik az fáj, hogy a cigány sokkal úgy van, sok úgy szeretik, hogy genetikailag sokkal erősebb náluk, a magyarok sokkal jobban vannak kódolva. Mert aki nem beszél a cigány problémáról, aki nem beszél arról, hogy komplett régiók, területek, mint a Jászság, válnak etnikai alapon szerveződő bűnbandák martalékává, az nem képviseli a magyarságot. Az a magyarság ellen beszél. Hiába lop el néhány szlogen tőlünk, hiába csenel néhány mondatot a programunkból, hiába építi fel a déli határkerítést, hogyha itt bent
itt vannak azok, akik ugyanúgy a nemzet testét rágják féregként, mint ahogy Farkas Flórián és a hozzá hasonló cigánypolitikus bűnözők. Ma megélhetési politikusokkal van tele az egész parlament. És itt az ideje, és talán az utolsó lehetőség arra, hogy kitakarítsuk a parlamentet. 2022-ben rendet tegyünk, megvalósítsuk a Mi Hazánk cigány programját, megvalósítsuk a szibériai oroszországi bérraptartást is, megvalósítsuk a rendet, a törvényt, és megmutassuk azt, hogy nincs több pozitív diszkrimináció Magyarországon a magyarsággal szemben. A Facebook a tegnapi este folyamán mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, tehát indoklás nélkül is egyszerűen törölte a 207 ezer követővel rendelkező hivatalos Facebook oldalamat. Számíthat arra a Facebook, hogy nem fogunk ebbe beletörődni, hogyha kell, akkor a Magyarországgyűlés falai között kell beszélni a Facebook cenzúráról, kell arról beszélni, hogy beavatkoztak Magyarországon az európai parlamenti választási kampányba, az európai parlamenti választásokat befolyásolva, és nem csak a parlamentben fogunk erről beszélni, hanem jogi úton, hogyha kell, akkor nem csak Magyarországon, hanem az Amerikai Egyesült Államokban is perelni fogjuk a Facebookot, és ennek súlyos következményei lesznek. Ekkörben meg gondolta, én szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt is egyöntetünk Szikla Szilárd az Európai Bíróság gyakorlata, hogy a jogszabadság szempontjából különböző fogalmakat autonóm módon kell értelmezni, a közösségi jog autonóm értelmezésre azért szükséges, hogy az európai jogszabadsági rendszer egységesen érvényesül valamelyik tagállamban, tehát az adott tagállam szabályaitól, anyagi jogi szabályaitól függetlenül meghatározni, hogy egy adott jogvita szervezéses jogvitára tudósul alapság. A bíróság a felperes keresetét elutasítja, kötelezi a felperest, fizessenek tizedok alatt az alperesnek 1.270.000 forint per költséget. Pontosan tudtam, hogy milyen hatalmas erőkkel küzdök, ezért nem lepett meg igazából az ítélet, de bízom benne, hogy másodfokon még kiderül, hogy van Magyarországon jogállamiság. Meseország tehát nem az aberráltaké. A magyar kultúrának nem képezik részét a homoszexuális királyfik. És nem lehet normálisnak beállítani azt, ami valójában nem az. A politikusok az épületre tűzött LMBTQ zászlót akarták leszedni. A homlokzatra Novák Előd mászott fel, aki lecsavarozta és több méter magasból a földre dobta a szivárványos jelképet. Elég volt a homoszexuális provokációból és a homoszexuális propagandából. Magyar családok védelmében. A Mi Hazánk mozgalom politikusait a kiérkező rendőrök előállították, miután a zászlót a fővárosi közterület felügyelet munkatársai visszavitték a városházához. Novák Előd az egyenruhásoknak úgy fogalmazott, a homoszexuális jelkép kitűzése a fővárosi önkormányzat épületére felér a magyar családok elleni provokációval. Egy homoszexuális provokáció történt. Karácsony Gergely kitűzte a... Megkérdeztem, hogy velem szemben álljon egy kartávolságot. Akkor megmutatom, mi történt. Ezt a zászlót én magam másztam föl. Kérünk egy parancsokat is a helyszínen. Leszedtem onnan. Először ide leesett, és ezzel elszaladtam.
Novák előd ezután újra egy kukába dobta a zászlót. Ha kell, a polgári engedetlenség eszközével érve, de én azt gondolom, hogy épp hogy a homoszexualizmusnak van egy olyan agresszív mozgalma, amely ezt a beteg büszkeséget provokációval is próbálja az embereknek kényszeríteni. Azt gondoljuk, hogy ennek nincs keresnivalója, annyit hadd segítsek, de gyorsak legyenek, egy zöld kukába került. De nagyon tele volt már az a zöld kukak, szóval nehezen fért bele ez az óriási zászló. Tehát akkor nem Karácsony Gergelynek inkább ezzel kellene foglalkoznia, hogy ezeket a kukákat egy kicsit gyakrabban ürítse. Fölvettünk 21 millió forintot tatarozásra, abból kifizettünk 11 milliót, és most a legutolsó összegünk az már 75 millió forint. A Mi Hazánk mozgalom már megalakulása óta kiemelten foglalkozik a végrehajtókkal, végrehajtásokkal, deviza hitelekkel, és azt látjuk, hogy ami a végrehajtásokat illeti, nem változott a helyzet, embertelen módon tesznek ki magyar embereket, magyar emberek tízezreit az utcára. Mi lenne? Mit szeretne? Hát én kérdezem. Te mit akarsz, azt mondjad. Hogy mit akarok? Hát mit szeretnél, azt érdezem. Illetve átadni. És én köszönöm a Mi Hazánknak, hogy itt voltak. Köszönöm, hogy részt vettek ezen, megpróbálták a segítségükkel, tudásukkal, jelenlétükkel ezt megakadályozni, ami most sikerült. Köszönöm szépen! Hát úgy néz ki, hogy a tömeg és a civil jelenlét ugye elriasztotta a németiné dr. Erdőség Krisztinát szerencsére. Így a család megmenekült, úgy néz ki, a moratórium végezetéig biztos. Sikersztori, hogy nem történt meg a kilakoltatás, így négy ember életét, illetve úgy néz ki Karácsonyát és hónapjait megmentettük meg. Igen. Megreméljük akkor, hogyha lejár a moratórium, akkor utána is fogunk tudni nekik valamilyen jogi segítséget nyújtani az ügyben, meg addig is ugye majd nézzük az ügyüket. Nekünk? És nem csak azokat kutatjuk fel, akik sértetjei ezeknek a történeteknek, hanem elmegyünk és megkeressük a végrehajtókat is. És tesszük ezt mindezt addig, ameddig a politika nem kezd foglalkozni ezzel az üggyel, ameddig végre a törvényhozás nem módosítja megfelelőképpen a törvényeket, a jogszabályokat, hogy ne tudják ezt megtenni, és főleg ne ilyen embertelenül a magyar emberekkel. Ennek nem vagyok kötelesen felvilágosítást adni, mert nincs a törvényhozás. Egy népnyúzó, nem baj, foglalkozni fogunk még vele. Farkas József végrehajtót keressük. Farkas úr, ugye? Péter Szedina. Péter Szedina ügyében jöttünk. Mamlec úr itt van? Nem, sehol nincs itt a végrehajtó. Mikor lesz itt? Most ügyfélfogadási idő van. Igen, de nem kötelező itt az ügyfélfogadás tetején. Biztosan nem fogom felhívni a főnöket. Mert ki a maga főnöke, az Atya Úristen, hogy nem lehet vele beszélni? Az ügyészség korrupciós és vagyonelleni bűncselekményekkel vádolja Sall Györgyöt, aki egyébként még mindig a bírósági végrehajtói kar elnöke. Ezek között szerepel bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés, pénzmosás, csalás és befolyással üzérkedés. Ez a vírus, mint az influenza és minden más egyéb vírus, meg fog szelídülni nyilvánvalóan, és valószínűleg egy év múlva már erre a pánik helyzetre senki sem fog emlékezni. Csak nem értik majd a honfitársaink, hogy miért nem tudják megvenni az élelmiszert a boltban, miért ekkora az infláció, miért veszítették el a munkahelyiket, miért mentek tönkre a magyar vállalkozások, miért kényszerülnek újabb magyar százezrek külföldre munkát vállalni, és nem értik azt, hogy hogyan veszítettük el még azt a jogunkat is, hogy saját magunk dönthessünk arról, hogy kiállunk-e ez ellen, felszólalunk-e ez ellen, és tüntetünk-e ez ellen. Nem lehet áthaladni. Sétálunk a Kossuth tér irányába. Dobrev Klárától Jakab Péteren át Fekete Győr Andrásig mindenki az oltást erőlteti, és fittyet hánynak a szabadságra.
az emberi szabadságra, a ti szabadságotokra. Azért vagyunk itt, hogy nyomatékosítsuk, felejtsék el a kötelező oltást. Nagyon nagy veszteség ez nekünk. És rögtön az oltás beadását követően már jelentkeztek ki? Igen, abszolút. Már délutántól ő rosszul volt. És felhívta a barátját, mondta neki, hogy Józsikám, be ne adasd ezt az oltást, mert érezte, hogy nem. Fel kell tárnunk azt, hogy mi az oka ezeknek a haláleseteknek, vajon a magyar egészségügy katasztrofális helyzete, vajon orvosi mulasztás, vajon az operatív törzs Müller Ceciliáék félretájékoztatása, vajon a kormány bűnös mulasztása, vagy valami egészen más dolog, ami ezt az egész koronavírus őrületet világszerte körülveszi. Valami nincs rendben ezzel a történettel, nem csak a koronavírussal, hanem egyre inkább úgy tűnik, hogy az oltásokkal kapcsolatban sem. Mi tehát folytatjuk a munkánkat, és szeretnénk azt a feladatot elvégezni, amit a kormány nem tesz meg, szeretnénk a teljes igazságot feltárni, úgyhogy folytatjuk ezt a munkánkat is. Csoda, az a csoda, amiben senki sem hitt, csak azok a magyarok, akik 2018-ban ott az ásotthalmi pusztán, a nagy magyar alföldön életre hívták ezt a mozgalmat. Aztán azok a magyarok hittek ebben a csodában, amiben senki sem hitt, sem a közvéleménykutatók, sem a hatalmat gyakorlók, de az a több ezer magyar mégis hitt benne, aki elkezdett dolgozni ezért a mozgalomért. Aztán az a több százezer magyar honfitársunk, aki ma a voksát adta erre a mozgalomra, szintén hitt ebben a csodában. Abban a csodában, amit sem a közvéleménykutatók, sem a hatalmat gyakorló és politikai váltógazdaságot működtető Fidesz vagy balliberális oldal sem hitt el. Mi hittünk a csodában. És szeretném megüzenni azoknak, akik nem hittek ebben a csodában, hogy ez még csak a kezdet. Így van. Ez a sok ezer magyar honfitársam nem azért indította el és építette ebben az óriási ellenszélben az elmúlt években ezt a mozgalmat, hogy mi most bejussunk a parlamentbe és parlamenti képviselők legyünk. Nem ez volt a célunk. Ez a kezdet. A kezdet ahhoz, hogy megmentsük Magyarországot, talpra állítsuk, fejlődő pályára tudjuk állítani Magyarországot, hogy Magyarország újra a régi fényében tudjon tündökölni. Mi ezt a csatát most megnyertük, de folytatódik ez a küzdelem, addig, ameddig egész Magyarországot fel nem emeljük. Köszönöm mindenkinek! Mi nem fogjuk elárulni a választóinkat és az elveinket, jelentette ki Torockai László, a Mi Hazánk elnöke reggel itt az M1 stúdiójában. A parlamentbe jutott pártelnöke ezzel a Gyurcsány Ferenccel összefogó Jobbiknak üzent, amely egyébként a legnagyobb vesztese a vasárnapi választásnak. Várhatóan harmadannyi képviselője lehet az új országgyűlésben, mint amennyi volt az elmúlt 4 évben. A Mi Hazánk képviselőszámban majdnem utol is érte. Mi nem érünk rá még 20 évig
nem tudom, ilyen színjátékot nézni a parlamentben, a plenáris üléseken, ahol ott nem tudom, zsák krumplikat dobálnak egymáshoz a képviselők, hanem én azt gondolom, hogy a magyaroknak, az itt élő 10 millió embernek az az érdeke, és a magyar nemzetnek, 15 millió magyarnak is az az érdeke, hogy Magyarországot építsük, és azoktól az egyébként most ugye világpolitikai átalakulásoktól egy új világrend alakul, szeretném jelezni. Tehát, hogy ezektől viszont meg tudjuk védeni a magyarságot, és e tekintetben az a fontos, hogy olyan törvényjavaslatok menjenek át az országgyűlésen, ami meg tudja védeni a magyarságot, akár az ellen, hogy most aláírjon a kormány egy a WHO-val egy olyan szerződést, hogy járványhelyzet esetén átadják az irányítást a WHO etióp főigazgatójának. Ilyen ügyekben szeretnénk mi majd jeleskedni a parlamentben. Azt gondolom, hogy az előttünk álló parlamenti ciklusban rengeteg teendőnk lesz ezzel kapcsolatban, rengeteg bepótolni való, illetve rengeteg eltakarítani való is lesz még előttünk, hogyha azt szeretnénk, hogy Magyarországon, sőt a Kárpát-medencében, sőt a nagyvilágon minden magyar úgy érezze, hogy Magyarország a magyaroké. Ellenállásunkkal felkeltettük a társadalom figyelmét arra, hogy igenis van értelme az ilyen spontán ellenállásnak, hogy Magyarország, Debrecen és a Debrecen környékiek nem akarnak akkumulátorgyárakat létesítsenek Magyarországon. Szemtől szembe mondom önöknek, hogy ilyen mély tiszteletlenséggel már régen találkoztam. Önök nem. A házigazda vendégrelációban ülnek itt, önök itt a gyarmatosító, benszülött, gyarmatosító, gyarmatosított relációban. Ha egy kicsit hatásvadászabb akarnék lenni, azt mondanám, hogy a ragadozó és a préda relációjában ülnek itt. Hogy veszik a bátorságot ahhoz, hogy ide jönnek a mi hazánkba? Felteszünk önöknek kérdéseket az anyanyelvünkön és angolul, és arra nem képesek válaszolni, hogyha komoly közakaratban, komoly közakaratban megnyilvánuló ellenállásra találják magukat szembe, akkor hajlandóak-e elállni a beruházástól, igen vagy nem? Voltunk mi már a vas és acél országa is, azt gondolom, hogy az sem a mi útunk volt. Egész egyszerűen nekünk a mezőgazdasági adottságainkra kéne végre fókuszálni, és arra kéne nagyobb erőket mozgósítani a kormányzat részéről, hiszen élelmiszerválságos időt is élünk. Azt gondolom, hogy éppen ezért erre az irányzatra kéne építeni az akkumulátorgyártás helyett. Az új világrend nem más szeretne, mint azt, hogy feladjuk a szuverenitásunkat. Mi Hazánk mozgalom az egyetlen politikai erő Magyarországon, amely az adósság felvétel helyett azt mondja, hogy fizessenek a koronavírus haszonélvezői. Fizessenek azok, akik új világrendet akarnak már megint, ismerjük az új világrendet. Fizessenek azok, akik profitálnak a Covid diktatúrából. Kérem, miniszterelnök úr, hogy legyenek elég bátrak, és menjenek nekik ezeknek a disznófejű nagyuraknak. Köszönöm. A vagyonadóról pedig azt tudom mondani önnek, hogy azt nem támogatjuk, és szeretném az emlékezetébe idézni, hogy minden vagyonadó alapja egy teljes vagyonkataszter felállítása, az összes magyar vagyonának állami nyilvántartásba vétele. Javaslom, hogy ezt gondolják át. Ehhez képest most indul a népszámlálás Magyarországon, amely, mint kiderült, itt nem csak népszámlálásról van szó, hanem alaposan fel akarja a vagyontárgyait is mérni ezek szerint a kormányzat a magyar embereknek, hiszen a lakásukról, ingatlan vagyonukról tesznek fel olyan kérdéseket, amelyeket egyelőre még nem nagyon értünk, hogy miért olyan fontosak. Tehát várjuk ezekre a kérdésekre a válaszokat, illetve továbbra sem kaptam érdemi választ arra, hogy a digitális adótól miért fél a kormány, fél esetleg a Facebooktól. Ha látják azt, hogy ott vagyunk a főtéren, ha látják azt, hogy ott vagyunk a Sándor Palota, a miniszterelnök hivatala mellett, ha emlékeztetjük őket arra,
hogy igenis van alternatíva, van magyar út. Ez a harmadik út. Mi ezen járunk, és nem fogjuk feladni egy pillanatra sem. Ezt kérem az önök, a ti támogatásotokat továbbra is. Köszönöm, hogy ma is eljöttetek. Fel a győzelemre!